Nyilván erre célzott. Kialakult ebből egy bassza... Morning Show. 5 éve. Régóta 5 éve? Nemrég számoltuk ki, hogy... De kérdéltem, miért csinálod ezt Békés Csabai lányként? Jó vagy, Jani! Jó vagy, Jani! Jó vagy, Jani! Kezdtem elnyerni a bizalmát, kezdett őszintén beszélni saját magáról. Hagyjátok, nyomját még! Csak tudod én! Még egy tára! Morning Show! 97-ben egyszer egy lellei nyaraláshoz. Emlékszem, odálltunk egy kék furtkúthoz, beleittunk, és azt mondtam, ó, mi szörnyű víz ez, anyám, vigyél el egy rendes helyre, adj innom. Kevés az, ahol minden rendben van. Itt van velünk András. Hello, András, jó reggelt. Sziasztok. Hello, na neked mi történt? A tiéd volt, vagy valakinek az esküvőjén volt? Hát egy jó barátnak az esküvőjén voltunk. Hát megalakult már szép, elkezdte dobálni a menyasszonyt is, meg a vőlegényt is. Aztán a menyasszonynak a ventilátor eltrafálta a állkapcsát elég szépen. Ne. Az első fogát egyiket letörte, a másikat meg kiütötte. Hát egy nagyon szűk utcába mentünk, és lesötétített A8-as jött velem szembe. Ugye ő nem ment le az útfélére, nekem kellett. Lehúztam az ablakot, és bemutattam neki. Alapján csak azt láttam, hogy megvillan a féklámpa, már tolatott, megfordult, leszorított. Elém állt, kipattant egy két ajtó szekrény. Aztán ahogy írtam, olyat bevert, hogy konkrétan elájultam, azt zárokparton ébredtem 40 perc múlva. Óriási fazó vagy, hogy ezt bevállalod, ez nekünk nagyon-nagyon szimpatikus. Igen, ivárom. Hát így utalak már nekem is biztos. És kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szár, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán, télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felráz, magához húz, lehetsz már kor előtt, vagy egy hián húz, tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, a leghallgatottabb reggeli műsor. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, itt a Klassz FM-en.